Súlyos a helyzet Németországban, nyitás helyett április közepéig meghosszabbították a korlátozásokat, húsvétkor pedig megáll az élet, szinte minden bezár. Az élelmiszerboltok is csak egyetlen napra nyithatnak majd ki. Németországban napok óta emelkedik az új fertőzöttek száma. A megbetegedések nagy részét a vírus brit variánsa okozza, ami nem csak fertőzőbb, de súlyosabb lefolyású is. Folyamatosan érkeznek a betegek a németországi kórházakba a járvány harmadik hullámában. A brit vírus változat terjedése miatt pedig egyre fiatalabbaknak van szüksége intenzív ellátásra. Vannak olyan betegek, akiknél 40-50 nap kezelés után szövődményeik lépnek fel, súlyosbodik az állapotuk, és már nem tudjuk megmenteni őket, ami nagyon elkeserítő, mondja a Szárvidéki Egyetemi Klinika főorvosa. Az országban vészesen fogynak a szabad ágyak is. A rendelkezésre álló 4000 intenzív ágyból 3000-en már koronavírusos betegeket ápolnak. A napokban már 100 fölé emelkedett a 100 000 lakosra vetített fertőzöttek száma Németországban. Ezért Angela Merkel és a tartományi kormányfők a kett hajnalig tartó maratoni tárgyaláson behúzták a vészféket, és úgy döntöttek, április közepéig meghosszabbítják a korlátozásokat. Közvetlenül húsvét előtt állunk, így most az a kérdés, hogy hogyan lehetne csendesebben ünnepelni. Átfogó megbeszéléseket tartottunk arról, hogyha csak részben is, de hogyan tudnánk megtörni a járvány harmadik hullámát. Ezért határoztuk el, hogy április 1-től csendes napokat tartunk, átfogó gyülekezési korlátozásokkal április 5-éig. A cél az, hogy 5 napig az emberek otthon maradjanak, jelentette be Angela Merkel. A kancellár arra kérte a németeket, az idei húsvétot csak a legszűkebb családi körben ünnepeljék, 2 háztartásból legfeljebb 5-en találkozhatnak. A súlyosbodó járványhelyzet miatt a tervezett nyitást is elhalasztották. Hétfőn kinyithattak volna az éttermek kerthelyiségei, kinyithattak volna a színházak, az operaházak, a koncerttermek és a mozik is. Kaotikussá vált a helyzet Németországban, pontosan azért, mert vannak olyan tartományok, ahol megkezdték ezeket a nyitásokat. Rajna-Vidék-Pfalz tartományban például hétfőn megnyitottak az éttermek kerthelyiségei, de Észak-Rajna-Veszfália tartományban tegnap délelőtt még kötetlenül lehetett shoppingolni. A délutáni órákra ugyanakkor elrendelték a Click and Meet shoppingot, tehát az előzetes időpontegyeztetéssel történő vásárlást. Az 5 napos húsvéti hétvégén azonban minden üzlet bezár, csak az élelmiszerboltok nyithatnak ki szombaton. Az egyházakat arra kérik, hogy a szertartásokat online rendezzék meg. A tesztállomások és az oltóközpontok nyitva maradnak.